Ez nekem egy olyan nagy ajándék, hogy már harmadszor ilyen sok, nagyon sokan kíváncsiak rám, és nagyon-nagyon boldog vagyok, és tényleg Szegeden engem szeretnek, én ezt mindig érzem, akárhogyan körbejövök, úgyhogy remélem, hogy most sem bánják meg, hogy engem választottak, és eltöltünk itt egy másodra hosszát megint csak valami jó hangulatban. Gondolkoztam, hogy milyen témát hozzak, hát még a múlt héten is egy egész más témát adtam le, de tegnap rájöttem arra, hogy miről is beszéljek, még ez a kánikula kitört, ugye 40 fok, mondom a kanyarolásról. Úgyhogy most a nyaralásról fogunk beszélni. Tehát ez lesz a fő témám, de azért engedjék meg, hogy a örök minden egyiket, mindig azzal kezdem, ami a legfontosabb, ez a pozitív hozzáállás. Hogy minden, ezt nem tudom elégszer elmondani, hogy nem érdemes mellette állni az életnek, hanem meg kell nyerni. Pláne az ember szabadságon van nyerni, vagy akkor pláne. Van az a típusú nyaralza, nem volt jó a reggeli. Már megint mennyien voltak a strand. Miért megy az ilyen nyaralni? Szóval csak mondom. Tehát a pozitív, az életszemélet, tudják, már mi szinte korosban mondanánk, hogy szerda van, tudják. Tehát örülni kell neki, és igenis ezt reggel otthon el kell érni, de elmondtam már a csodaszereimet, kihúzni magunkat, egyenesen állni, ezek apró kis trükkök ahhoz, hogy tényleg jó legyek. Szóval minden legyek jó, nem? Teljesen mindegy. A másik, amire sokszor mindig kitérni, és ezt meg én megismétlem, ez a köszönés, mert emlékeznek rá, már meséltem, hogy megy ki a divatból. Az emberek csak úgy mennek bele a világba, pedig aki belép, köszön. És bárhova megyek nyaralni, szállodába, rokonokhoz, külföldre, bárhova, ha nem köszönök, amikor megyek, az na, ez biztos magyar. Tehát valahol ennek van egy ilyen szörnyű háttere. Tehát szokjuk meg, automatikusan belépek, köszönök. Nem az ismerem, vagy nem ismerem, köszön vissza, vagy nem. Én köszönök, ez a lényeg. És hogy köszönjünk, ugye hát a legegyszerűbb az a jó napot kívánok, az mindegy jó, bár nekem egy ekkora kis picike baba azt mondja, hogy jó napot kívánok, azt mondom, hogy de helyes. Nem is tudom, mit mondott. Tehát nálunk azért a helyi szokásban a gyerek, a felnőtt, neked itt csókolom, mert köszön általában ezt szokott, de legalább köszönjön, szoktam mindig mondani. Ez a hello, hát ez meg nem jelent semmit, ez a hello, mondhatna azt, emlékeznek, hogy zeller. Szóval több értelme van. A hello talán külföldön még elmegy, mert hát ugye hello kész, hát ez a nemzetközi vált, de Magyarországon akkor lehet ez a hello, ha már ismerem, igen, szia, szabasz, akkor belefér, de vagy legenként a hello-ra a válasz, jó napot kívánok. Aztán, ami a nyaralás előtt még szintén általános ismeret, ez a különböző biológiai megnyomások. Nem tudom, azt elmondtam a múltkor, de azért hoztam el, mert ez megint olyan nagyon jellemző az emberekre, hogyha valaki ezeket rosszul abszolválja, akkor megint csak rányomják, hogy na, ez honnan jött. Kezdjük az ásítással. Szerencsére itt én még soha nem láttam, hogy valaki ásított volna. Az azt jelenti, hogy unlak. És emlékeznek, már százszor elmondtam, hogy a figyelek rád, az mennyire intenzív információ, hogy figyelek rád, milyen rendes ember ér rám figyel, mindenkit pozitívan érint. Az ásítás meg azt jelenti, hogy unlak. Sok mindentől lehet, műlevegő, műfény, egész éjszaka csapatépítés, de mindig azt jelenti, hogy unlak. És itt nem a szájüreg látványos sértő, hanem a tény, hogy ásít. Mert ugye így is látom, vagy így is. Ha bárkinek ásítani kell, lehajtja a fejét, elgondolkozik, esetleg zsebkendő mögé, azt mostantól titkolni kell, soha. Vadidegen környékben is egy valaki ásít, hát ez honnan jött, milyen neve, nem bírjuk elviselni. Na, zsebkendő, meleg leves orfújás. Hát egy jó forró halászlétől az angol királynőnek is megolvadna a cucc, ezért protokollban csak szájmeleg levest adnak, de a húsleves meg forró jó, és imádom, hogy elkezdik, hogy bocsánat. Hát már mindenki látja, mit csinált, mekkorát fújt, milyen a zsebi, papír zsebi, tépőzára sem. Én mit csinálok, megtörlöm, és aztán is nem úgy, hogy lehet, hogy megfáztam, de nem vonok bele másokat. Egyébként a zsebkendő használata, mert majd beszélünk, hogy külföldön is majd nyaralással kapcsolatos kérdésekről lesz szó, hogy nem kell csodálkozni, hogyha ezt nem mindenki használja. Ez egy ilyen viszonylag európai szokás, még amerikai filmekben is, hogy indul az érzelmes amerikai film, és a hősnő az mindig ilyen, soha nincs nála zsebkendő. Azt nem tudom, figyelték-e, mindig a férfi adja oda neki. Nem terjedt el annyira, például a japán ember számára, hogy egy fehér ember egy beteges testnedvet gyűjtöget egy textilanyagba, és azt még el is viszi magával, ez számukra maga a science fiction. Tehát nem kell meglepődni, nálunk azért legyen, ezt szoktam mindig mondani. A tűszentés egyfajta biológiai megnyilvánulás. Ki az, aki a biológia, nem tehetünk róla, mert biológia, egyszerűen jön.
ki az, aki azt, amiről nem tehet, túljátsza, aki eddig nem figyelt senki, mert jelentéktelen semmi kis emberke, de majd most fog. Ez a hapci, 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 mindig hetettű szentek. Vagy ez a hely magyar ember, hely magyar tűzszent. Intelligens ember minél zártabb szája, vagy idős zsebkendő nem akar a kezünkkel fölkészülni, viszonylag zárt szája a tüsszentek. És nem nézek föl, hogy szép volt-e. Vagy hogy elnézést látta mindenki, elnézést. Nem kell elnézést kérni, mert nem tehetek róla. Na, kívánjuk egészségére. Az emberiség itt kétfelé szakadt. Egyik fel azt mondja, hogy a tüsszentésnél levegő kimegy, tehát meghalsz. Az elsővel újjászületsz, egészségedre kívánja. Az emberiség másik fele, az angol nevezet is, a Nagy-Británia volt brit gyarmatok, ott azt mondják, hogy mivel biológia, tehát emberi gyengeség, ezért szemem se ebben is nem kívánják. Akkor mi most mit csináljunk? A helyi szokás számít. Nálunk Magyarországon zömmel kívánjuk, de soha nem egy ilyen társasági aktus, hogy egészség, nem, ez két-három emberes, nem kell átkiabálni, ez egy pár emberes, tehát nem kell állandóan. Tehát egy strandon a mellettem levő tüsszent, és nem ismerem, akkor nem mondom, egész, nem kell ilyen ismertségeket kötni. A köhögésre meg, hát a köhögésre meg azt azért hoztam el, mert rengeteg köhögős reklám megy most, mindig ilyen aktuálisakat reklámoznak, és minden reklámban így köhögnek. Hát itt meg közte is elmegy, meg mellette is. Van, akinek az ujja is föláll. Hát ez meg külön imádom. Tehát így takarom a számat, és nem így takarom a számat. Na, de kezdjük tényleg a nyaralásunkkal. Hiszen az ember alig várja, kicsit lazábban, szabadabban éljen. Nyaralás arról szól, hogy egy kicsit olyan lazábban, nincs angol kosztüm, nincs ingyenkendő, lazábbak lehetünk kicsikét, de azért ne teljesen engedjük el magunkat. Lehet ugye barátoknál, rokonoknál itthon nyaralni, elmenni. Lehet, hogy nem hívtak magad akkor is, szállodába vagy külföldre, tehát különböző szempontok vannak. Rokonoknál, barátoknál először is várjuk már meg, hogy meghíve. Tehát azért akar, hogy ne essünk be hirtelen, meg hogy hányan menjünk, mennyi helye van. Tehát azért ne csőstől, hogy barátnőmet elhoztam, nem baj, ugye? Meg ilyenek. Tehát aki meghív, a meghívásnak, hogy gyertek le hozzá, meg kell a meghívásnak, szóban meg kell fogalmazódni, hogy ettől eddig, tehát lehet, hogy Balatonnál van egy kis háza, és nyáron nyaranta barátok jönnek le fölváltva, hogy ne legyen ebből gond. Tehát ettől eddig várunk, és ennyien gyertek. Ha meg nekünk szól valaki, hogy lemennénk a hétvégén, mondjuk ott mondjuk, hogy boldogan, de inkább a jövő héten, mert most már vannak nálam. Tehát nem, hogy nem illik, hanem nem is szabad rázuhanni valakire. Na most a magyar ember, hogyha megyünk valahova, nyilván vinni kéne valamit, mit vigyünk. Ha a rokonokhoz megyünk, akkor még viszonylag egyszerű a dolog, mert viszont meg tudom oldani, hogy mi az, amire szükségük van, vagy minek örülnének. Aki kertesházban megy, mondjuk egy városból nyaralni, az a kertesházban lakónak ne vigyen mondjuk virágot, mert minek szoktam mondani. Ez a bor, csoki, ezek az általánosak, de hogyha tudom, hogy rokonok és egy ágyneművel kedveskedek, az például nyugodtan belefér. Olyan tekintetről akarok majd még később beszélni. Meg az a magyaros vendéglátás, hogy ha már jött, akkor együnk, ígyunk, de rengeteg a gyerekek. Ezt azért nem kéne. Szóval ez az állandó együnk, az akárhogy is, de enni azért muszáj. Nem biztos, hogy egy nyári melegben egy friss disznótoros olyan jól esne. Az ivással meg, ja, ezeket a rajzokat, ezeket én rajzoltam, amik majd így lesznek, csak mondom. Az ivással is, hogy... Én azt már megfigyeltem, hogy van egy házaspár, és anyu kordába tartja aput. Negyel! De ha jönnek vendég, akkor apu, ugye kértek egy kis pálinkát? Mert ma alig várja, hogy ő is ihasson, mert akkor a vendég miatt kell neki. Ha látjuk, hogy csillog a szeme, hogy meg kis pálinkát, ugye kértek, akkor mondjuk azt, hogy igen. Hát legfeljebb nem iszom meg, de ő hagyj legyen boldog, ha már az asszony kardban tartotta. De azért pláne ilyen melegben azért nyilván mértékkel. Egyébként pont ma volt fel az interneten egy aranyos kis baki, az egyik közszolgálati tévében a riport, vagy a meteorológusnak azt mondta, hogy nagy lesz a hőség, ezért ígyunk sok alkoholt. Szerintem azt akartam mondani, hogy ne ígyunk alkoholt, csak eltévesztette. Ha rokonokhoz is megyünk, nézzünk ki valahogy. Szóval az, hogy most szabadság van, és szabad vagyok, és végre szabad vagyok, az nem azt jelenti, hogy letoldgatjával a hasa alatt, meg leizzadva, vagy a nőknél ez a drága jó nylon otthonka, ezt imádom. Szóval valahogy adjunk magunkra, mert úgy is lehet jó pihenni az ember, úgy valahogy kinéz. Hát úgy reggel úgy csinosan nézek ki. És a férfiaknak is mondanám, hogy szóval nem mindig jó, hogyha elengedi magát.
meg hogy rokonokhoz megyünk, barátokhoz megyünk, akkor nagyon kell tudni, hogy át kell vennünk a fogadó család ritmusát. Tehát, hogyha ők 7-kor reggeliznek, akkor 7-kor reggeliznek. Tehát az én 10-kor jövök ki a szobámból, hogy van valami ennivaló. A házasszony meg már a levest készíteni, tehát valahogy alkalmazkodunk. Tehát rokonoknál, szerintem rokonoknál nyaralni igen nagy erőpróba, mert nekünk kell alkalmazkodnunk a fogadófélhez. Ő hiába mondja, hogy ameddig akarsz, drágám, aludj, én még mindig alszik. Szóval nem biztos, hogy az mindig jó. A Nagymamáknál unokák nyaralnak című részre olyan nagyon nem akarnék kitérni, de azért annyit megemlítek, hogy a nagymama mindig nagyon boldog, imádja az unokáját, de egy 3-4 hét után már lehet, hogy elfárad. Szóval azért a család ne adja ki bérbe 2 hónap nagymamájékhoz, mert utána a kórházba kell vinni. Mert szereti, nem arról van, imádja, szereti, csak utána már megint rohangál, már megint. Tehát azért a nagymamának az a nagy felelősség nagyobb, mint a szülője, mert átvállalta a bérbe a gyereknevelését. Tehát nagyobb a felelősség az unokájával szemben. Persze jól el vannak, meg szeretik egymást minden, de fizikailag lehet, hogy már egy 70 éves nagymamát nem annyira elégítke ez a dolog. Na mondtam, hogy ajándékról fogunk még beszélni. Mit lehet ajándékozni? Ugye olyasmit ajándékozni, ami hozzáír a testhez, tehát fehérnemű, mit tudom én, zokni, parfüm, olyannak szabad adni, akinél van jogom beleszagolni a nyakába, intim ajándék. Mikor mondják, hogy ma, például a munkahelyen, hogy a kollega büdös, hogy kell neki megmondani, hát egyszer négy szem közt mindenkinek meg lehet mindent mondani, kívül az, hogy hát maga büdös, azt nem lehet megmondani. Ilyenkor javaslom a meta ajándékot, adjunk neki egy dezodort. Ha én kapnék dezodort, az én gyanakodnék, hogy miért kaptam. Tehát intim ajándékot tényleg csak bizalmas kapcsolatban adjunk. Lehet, hogy az anyósom például nem örülne annak, már nekem nincsen, csak hál' Istennek, hogyha olyasmit adnánk neki, hogy mit tudom én, zuhanyozó, zuhanyhab, mert akkor az mérje, az is, hogy én nem tudok mostani. Szóval lehet, hogy esetleg úgy így fordítaná le, vigyázzunk vele. Hogy hogyan kell adni, hogyan kell fogadni az ajándékot. Ajándékot olyasmit kell adni, aminek ő fog örülni. Ezért, amikor kapunk ajándékot, meg kell neki örülni, mert azért adta, hogy éneklő koszorú az ajtóra, de régen szerettem volna már én egy ilyet. Legfőjebb becsomogom, mert akkor majd jó lesz másnak. Meg, tehát azért kell örülni neki, mert ő is azért adta. NASZ ajándék, mint speciális ajándékozási forma, NASZ ajándék. Ha valakit esküvőre hívnak meg, akkor nem kell vinni ajándékot. Ha lakodalomra is, akkor meg kell vinni ajándékot. Na most a legjobb, hogyha megbeszéljük, mert ne kapja már meg a 6. kompótos készletét, meg kell vele beszélni, mit szeretnének kapni, és azt mondja a fiatal pár, hogy mikor hozza a meghívót, mert Magyarországon az csak úgy illik még, hogy személyesen elhozza, hogy ők szeretnének elmenni külföldre, nászútra, és hát ők inkább pénzt kérnének. Ezen nem kell meglepődni, csak a szemérmességünk, hogy a pénzt azt nem, de nyugodtan lehet, csak nem így, hogy hanem akkor borítékba rajta kis szívecske, egy pálmafa, vagy valami, tehát az kicsit tárgyas, tehát tegyük azt a pénzt, amit adunk a fiatal párnak. A NASZ ajándékot meg jegyzem, azt meg kell köszönni. Tehát olyan nincs, hogy kaptam, az kész, vége, lehette itt a vacsorát, hanem akkor szépen meg kell neki köszönni. Na, ez a orvosnak hálapénz című ajándék dolog. Hát megy a mozgalom, hogy már nem fogadnak el az orvosok hálapénzt, adja az ég, szoktam mindig mondani. Az ember ugye ezt a TB-t fizeti, hát legyen már az elég, de hát ez nem így működik, ezt tudja mindenki. Nem akarok én álszerény lenni, persze, hogy kell adni. De ezt nyilván megint nem úgy, hogy profán módon, hogy most mennyivel tartozom főorvoshoz. Mert van, aki megmondja, egyébként létezik, de akkor meg tudom a többi betegtárstól, vagy hogy váróba fölvizsgálatnál válunk, hogy mennyit. Valahogy azért ki lehet azt szaszerolni, az ember is szépen borítékba és leteszi. És nem kell restelkednünk, ezt mindig mondom, mert az orvosok olyan technikával tudják eltenni, hogy föl nem is vesszük észre. Tehát ők ezt már tudják. Én csak azért mondom, mikor életemben nagyon hál' Istennek, hogy ritkán kell orvoshoz mennem, mikor 20 évesen voltam, nagyon fiatalon, kellett menni egy ilyen különlegesebb kivizsgálásra, és hát mondták, hogy pénzt kell adni a doktornak. 20 évesen pénzt. Az ember akkor még ugye jobban szerint. És emlékszem rá, hogy megvettem neki Brecht összes drámáját egy könyvbe, és beraktam a könyvbe a pénzt. És mondtam, hogy főorvos úr, köszönöm szépen, átadtam a könyvet. Mai napig emlékszem az arcára. Szóval nem az igazi öröm ült ki rajta, ezt csak úgy mondanám. Aztán szerint bíztam benne, hogy otthon hátha lapoz legalább egyet benne, és akkor megtalálja.
ez meg ez az én rajzom, ugye, hogy ez a olyan professzor, aki el is várja, hogy már kifacsarodik az a szerencsétlen beteg, és potyog neki bele a pénz a zsebibe. Szóval nem nagyon kéne, de mondom, ha mégis, egyébként ha őszintén megmondom, hogy az ember, az orvos persze, hogy ugye adunk, hát adunk. De a kórházban a nővérke, aki sokkal többet törődik velünk, hát ő, tulajdonképpen ő az, aki maximálisan napi 24 óra barát, nekik a végén egy nagy ajándékosár csokival, kávéval, tehát valahogy kedveskedjünk nekik is, mert ők tényleg, tényleg ők, akik bennünket leginkább látnak. Na de menjünk vidámabb vizekre, szállodában. Na most, hát én szerencsére, hál' Istennek, sokat dolgozom, értem meg sem engedni magamnak, hogy évente kétszer lejárok hévízre, és hogy látom ezt a szállodás vendéglátást, meg ezt a szállodai dolgot. Ugye apám a pézemé, hát a pézemé apám, ha figyelj már, nehogy már. Ez az ilyen, ki ha én nem apám aranyláncokkal aztán alsógatyába reggelizni, mert hogy nekem azt is lehet. És a szerencsétlen szállodások vannak nagyon nagy bajban, hogy hogy mondják meg neki, hogy így nem lehet viselkedni, mert a többi vendég ezt kinézi. Tehát azért a szállodában is tudnunk kell azt, hogy egy közösségbe fogunk menni. Először is, mit vigyünk magunkkal? Vagy mondjuk ott tartunk, hogy hogy választunk szállodát. Ugyanis a vendég az Isten, ő dönti el. Tehát ha a szállodáról megérkezem, hogy voltál-e már ott, milyenek a viszonyok, utána nézzünk, interneten már lehet mindent érni, értékeléseket, stb. Tehát ne vakon válasszunk bele abba a szállodába. Vízparton van, nem vízparton van, mire vágyok, csöndre, gyerekekkel inkább, tehát különböző szállodák léteznek. Ha azt mondják, hogy családbarát, akkor ott az örök gyerekzaj, aki gyerekkel megy, oda menjen, ilyen program, olyan program, ugorjon a vízbe, csináljon, amit akar. Tehát az arról szól. Aki meg nem akar ilyen zajos helyre menni, mert mondjuk se speciális, nincsen sajnos gyereke, az meg ne válaszol ilyen szállodát. Tehát az, aki, eleve a döntésemet elhatároztam, hogy hova akarok menni. A szállodába, ha megyünk, ugye az ember megérkezik a bőröngyeivel, amiben nem kell beletenni azért a füral lefele, hát ha kell című hótaposót nyáron, vagy szóval ilyesmit. Nyilván azért egy 2-3 váltást mindenből gondoskodni kell, ha csak egy hétvégére megyek egy 3 napra is, azért legyen legalább férfiaknak mondjuk még egy másik nadrág is, mert hát ha ezzel lesz valami. Tehát azért az a hát ha című dolog még bele kell, hogy férjem. De nem kell elvinni az egész gardróbot. A nőknél nehezebb, mert azért a nők nagyon jól tudjuk, hogy a mi illatszerű, a férfinek illatszer mi van? Borotválkozószer, a borotva, esetleg egy aftershave, az kész. A nőknél meg hát mi mindenünk van. Hát ilyen hajzselé, olyan hajzselé, nekünk az sokkal nagyobb gond az illatszerek összeszedése. De ne számítsunk arra, hogy a szállodában majd lesz, mert a szállodákban tesznek be ilyeneket, de hogyha olyan büdös, hogy nem bírom elviselni, akkor ugye hát az már mindjárt gond. A technikai minimum hát nyilván a fogkefe meg a fogkrém, de hát ezt mondjuk ilyesmiről nyilván már szégyen is beszélni. Tehát a bőröndünket ne nyomjuk meg akármikkel, hanem olyanok, amit tényleg föl tudok venni. Tehát számítani kell rá, és már itt elmondanám, hogy egy szállodában, nagyon sok szállodában, ezt már a visszajelzés levélben is megírják, hogy a szállodában a vacsorákhoz nem mehet be a férfi rövid nadrágba. A nő nem mehet be sortba. Tehát van egy elvárás egy szállodai vacsoránál, ahol minimális, nem kell frakba menni, nem erről van szó. Egy vászonnadrág, egy ink. A nőknek egy szoknya, egy blúz. Tehát valahogy nézzen ki, tehát ne a strandról estem be és megyek vacsorázni című dologba. Tehát a vacsorához való ruhát, az külön arról gondoskodnunk kell, hogy este hogy nézzünk ki. Azért, hogyha valaki a vacsoránál megjelenik, egy szállodai vacsoránál, mondjuk egy ilyen Balaton-melletti szállodába, kalap, smink, aranyékszer, magas sarkú cipő, hát azt intenzíven kiröhögik. Szóval valljuk, megint túlzásba esett. Tehát nekem végig kell néznem, hogy hány napot vagyok, vízprogram, hát hányszor kell átöltözni, 1000-szer különben. Az ember egy ilyen, lányoknak mondom, hogy egy ilyen gyógyfürdőben, mondjuk mint hévíz, annyiszor öltözünk át, mint egy Rosszerkölcsi utcalány. Állandóan vetkőzünk, költözünk. Tehát nyilván azt végig kell gondolni, hogy milyen programok vannak, hogy kirándulni megyünk, busszal megyünk. Akinek buszos programja van, az nem menjen rövid nadrágban, mert hozzá cippantódik az üléshez. Vagy az a szövetülésbe beleizzad az egész lába. Tehát buszos turónál a combunkat végig takarni kell valami formában, hogy kényelmesen tudjunk ott ülni. Ezeket mind végig kell gondolni. Megérkezünk a szállodába, bőröndökkel belépünk, és első az, hogy köszönjünk. Most aki esetleg szállodában dolgozik itt, és itt van, annak mondom, legyen vagy ilyen tanuló gyerek az ajtóban, akinek az a munkája a szállodai egyenruhába, hogy köszön.
Mert aki belép, nem mind köszön. Tehát valahogy egy köszönés legalább hangozik el, akkor legalább a fogadó fél köszönjön. Tehát köszönök, lerakom a bőröntőbe, ott hagyom mondjuk anyuval, vagy mit tudom, a másik családunkkal, és a recepcióhoz. A recepcióhoz érve, nagyon szépen kérem, hogy várják meg, hogy valaki felszabadul, mert egyik pénzt az éppen számolja a számlát, másik telefonba, tehát álljunk meg, és kezdjük el őket nézni. És akkor rám mozdulnak, tehát nem mindjárt, én vagyok, apám, pénzem, mi apám, tehát ismerkedj, hanem ott akkor várjuk meg, amíg a recepciós hozzánk fordul. Aki meg szállodából van, itt annak mondom, hogy a recepción legyen mindig egy olyan szabad ember, aki legalább azt mondja, hogy kis türelmet kérek, aki ezt megszólítja azt a vendéget. Recepciónál nyilván elszokták kérni a személyazonosságunkat, vagy a bejelentőlapot ki kell tölteni, tehát valami formában nyilván ott el kell tölteni egy kis időt. Ilyenkor ne tehénkedjünk rá a recepciópultra, meg addig hozom a nagysort, apám, szóval ilyeneket azért ott ne produkáljunk. Ezeken túl kell esni, és ha nekem a szobára vonatkozóan van különleges kérésem, akkor azt már eleve meg kellett volna írni, mert aznap már azt mondja, de ugye éjszakra néz, mert nem bírjuk a meleget. Hát miért nem mondta korábban? Tehát ott nem lehet minden kérésünknek eleget tennie, mert éppen teltház van abban a szállodában. Tehát a recepció pulta már kedveseim, leméretődünk, hogy na ez milyen vendég lesz. Az az 5 perc elég arra, hogy tudják, hogy na, vagy ha, és akkor már sokkal egyszerűbb lesz az életünk. Mikor a szobába fölmegyünk, akkor általában a szállodai személyzet segít a bőröndök fölvitelében, ilyenkor kell adni borravalót. Szóval ez azért nem azért neki munkája az, hogy fölsegítse a bőröndöt, de na most nem mint az amerikai filmekben, hogy így állott, hanem azért a magyar még szerényebben, tessék parancsolni, itt lesz a fürdőszoba, megfelel-e minden. Tehát ő jelez arra, hogy adjad már. Tehát és ilyenkor általában a bőröndönként szoktunk adni. Hát én bőröndönként 500-at szoktam számolni, hogyha úgy megyek, mert körülbelül az megfelel annak a mostani arányoknak. De ez nincs kőbe vésve, ez ki mennyit gondol, de valamennyit kell adni, aki fölhozta. És mielőtt még kiszabadulnánk a szabadékba, vagy végre a szabadságon van, leruhanunk a partra, vagy leruhanunk a teniszpályára, vagy bárhova, előtte a szobánkat tegyünk. Most majd hétig, két hétig ott fogunk lakni. És ne a bőröndből lakjunk ott, mert a takarítónő nem fog tudni takarítani utánunk, mert mindent van valami. Tehát ugyanolyan rendet kell tartani, nekünk is egyszerűbb. Mert pláne, amikor az ember egy délutáni program után visszamegy a szállodai szobájába, hogy jaj, de jó, Jézusom, hova üljek le? Tehát belső igényesség, hogy ott is tartsunk-e valamennyire rendet. Amennyiben nem vagyunk megelégedve a bármifajta szobaszolgálattal, tehát takarítással, bármivel is, akkor ugye jön a metabeszéd, hogy ugye öntakarít a szobánkba, annyira helyes, tényleg a vízcsap az mindig olyan szép tiszta, csak ott a szobában, ott a sarokban, ott már két hete ott van, majdnem egy darab. Tehát ott egy kicsit a fölporszívózna megköszönni. Megint, amit mondtam, hogy kezdjük egy jóval. Ezt már többször elmondtam, hogy soha ne azonnal mondjuk a rosszat, hanem valami jóval kezdjük, és akkor hát, akkor nem sértődik meg annyira. Egyébként a szállodákban egyik megfigyeltem már, hogy leginkább a takarító személyzet van észnél. Tehát ők tudják legjobban, hogy mi a munkájuk. Még nem szálltak el annyira az agyukkal, hanem ők igyekeznek ezt megcsinálni. Ezt viszont nekünk meg kell honorálni, tehát amikor mielőtt elmennénk, az ágynevűre téve hagyjunk ott neki borravalót. És ez a borravalós világ, sok ember mondja, miért kell borravaló, megalázza a másikat. Japánban ne hagyjuk, mert Japánban tényleg megalázza a másikat, mert ő csak a munkáját végezte. De Magyarországon valahogy azért jól esik az embernek, hogyha másképp nem, akkor a szállodában az takarító személyzetnek az ágyneműre kell helyezni azt a pénzt, ami az övé, mert különben nem viszi el. Azt itt felejtettem, ágyneműre téve ott szokta elvinni. Igen, a szállodai étkezésnél. Ja igen, még egy másik, hogy a szállodában az én az a szobám, de a folyosó az már nem az enyém. Tehát folyosón, ha este 10-kor hazajönnek a borozóból, hogy na Gizi, szia, majd még beszélünk, reggel hánykor találkozunk, és az egész emelet fölébred. A folyosón nem kiabálunk, de hát ma van a születésnapom, miért nem? Hát ünnepeld a szobádba. De a folyosón nem illik hangoskodni, az nem az enyém, hanem az a szállodájé. Tehát a folyosón, hogy lehetnek visszafogottam.
erkély szomszéd, hogyha erkélyes a szobánk a szállodába is, át lehet szólni, meg lehet ismerkedni, de nem kell összejárni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor most már mindig együtt leszünk, de nyugodtan köszönni például mindig kell. Ha nem is mutatkozom be, de azt mondja, jó napot kívánok, milyen szép időnk van bizony. És ennyi már elég arra, hogy a pozitív légkör megtegyen, a nyaralásunk alatt is, az kell, hogy jól érezzük magunkat. Tehát legyen benne egy olyan pozitív légkör, hogy itt jó érzem magam. Ezt amerikaiak nagyon tudják, hogy elővel is határozzák, hogy ők most jól fogják érezni magukat. Nekünk még rá kell szánni egy kis időt. Tehát mindenkünk még azért lelkileg hozzá kell állni. Na, az étkezésnél ez nagyon-nagyon kardinális probléma. Külföldön mondják, hogy a külföldi szállodákban általában tudják, hogy ki a magyar. Én úgy mondanám, hogy én meg Magyarországon tudom, hogy ki az orosz. Tehát nálunk az oroszok most az a fajta kicsit kevésbé. Ugye reggelihez le lehet nyilván menni még shortba, vagy egy kis ruhácskába, tehát nem kell úgy fölöltözni, esetleg még papucsba is, tehát reggelihez lehet kicsit szabadabban, de oda se mesztelen felső testre, uraim, és nem fürdőruhába lányok. Tehát ott is valamennyire takarni kell magam. A reggelinél ugye először az asztalunkat, ha van, ahol kijelölt asztal van, valahol választhatok. Amikor az asztalhoz élek, ott, na ide, ez jó lesz nekünk, akkor a szalvétát lefektetem a villa mellé, hogy ebből lássák, hogy ez már foglalt. Oda a szobakulcsomat például, tehát lássák, hogy itt már valaki ül. És ha látom, hogy ott már van egy szobakulcs, akkor már oda nem ülök le, az már más elfoglalta. A reggelinél ugye teja, kávé, ilyesmi, az ember magának ezt oda viszi, meg ugye a különböző fölvágottak, tojás, minden. Na most legtöbben ugye reggel jól lakunk, mert legközelebb este lesz kaja, tehát félpanzióval vagyunk. Én csak azt kérném, hogy akár reggeli, akár vacsora, ne kezdjük el odahordani az összeset, és leülés nem fér el. A tojás tökre elhűl, tehát nem kell. Egyenként lehet menni érte, tehát ez a mindent fölpakolok ide, görög dinnyémű, hozzám van még apám. Egyszerűen borzasztó látvány, és ilyenkor általában nem is fogy el. Mert annyit hoztunk, hogy jusson már, fussa, mert a pénzem éj gyerekek. Ez borzasztó látvány. Pláne külföldön ilyenkor teljesen el tudnak állni, hogy felit meghagyta. Szóval a ételt nem dobunk ki címmel. Na, rosszabb, amikor nem meghagyja, hanem elviszi. Nagyon sok helyen ezt elhozzák, különböző formában próbálják ezt velünk tudatni, hogy öreg, ne vidd el a kaját. Van az, írják ki a büféasztal fölé, hogy nagyon étvágyat kívánunk, bőséggel választhat, amennyit csak akar, amennyiben elvisz magával, akkor azt a pincér fizetéséből vonjuk le. Ilyet is láttam. Vagy a másik helyen, hogy nagyon szívesen, amennyiben az étel megmarad, ha a fele megmarad, akkor ennyi pénzért elviheti. Tehát különbözőket írnak ki, ez mind azt jelenti, hogy ne vidd el. Csak szépen fogalmazzák meg. Ha valaki cukros és naponta mondjuk 5-ször ennie kell, akkor reggel azt mondja a étteremnek, hogy jó napot kívánok, most érkeztünk, tegnap érkeztünk, és mivel diabetikus betegségem van, szeretném, hogyha adna nekem még plusz 3 zsemlét, ugye, hogy legyennek, mert ugye a diétához kell. Minden további nélkül megkapja. Semmi gond nem lesz vele. De ha itt tunkolja a baltásként, hozzám valamit, abus hozzám, hogy... Hát ezen a pincérek úgy röhögnek, hogy ezt elmondani nem tudom, mert ők ezt látják. Tehát ne égessük magunkat. Tehát én azt mondom, hogy ha azt mondom, szeretnék egy plusz elvinni egy zsemlét, hogyha megengedni. Persze, nyugodtan tessék, be is csomagolják. Nem kell, számolják föl se. Csak ezt a betunkolás a táskámba, jó nagy szatyorral hozzá, anyukám, beférjen mind. És este meg dobják ki. Berakják a szobahűtőbe, és másnap kéne az ujjamnak a hely, ezt nem ettük meg, kívom. Szóval ez borzasztó. Nem kéne ennyire a pénzemért mindent apám kajacentrikusan menni, mert ez nagyon nevetséges. Hát, annyit hozok oda magamnak, megeszem, megyek a következőért, megeszem. Aki éttermes itt, vagy szállodai munkás, jelentem, hogy ha a vendég otthagy és elmegy egy másik ételért, a szennyes, mire visszajön, vigye el az asztalról. Tehát a vendégnek ne legyen, itt a szennyes, itt a teja, puff, az, hogy szörnyű látvány, legyen arra valaki, aki ezeket leszedi. Egyébként reggelinél ritkán szednek le, mert kevesebb a személyzet, de ezt rossz hallom. Tehát igenis ugyanúgy pakolja le, mint hogyha egy 5 csillagos szállodában lennék, vagy étteremben lennék. Nagyon sok szállodában már a szobában van olyan szoba bekészítés, hogy kávéfőző, vagy vízforraló, tehát ott lehet inni, van vízforraló, Nescafé, teja, ilyesmi, azt nyugodtan használhatjuk, de
azt se vigyük már mindig haza. Szóval van három tej, a két kávé, rakd a lapukám, vagy holnap szólunk, hogy tegyék újra. Akkor szakarítani, újra föltölti, megint elfogy az egész. És délután, amikor innának egy kávét, akkor meg most ott abból vegyük el, amit már vinnénk haza a gyerekek. Tehát ez megint egy szörnyűség. A büfé vacsora, büfé vacsorák, és ezt már múltkor az étkezésről beszéltem, akkor már egyszer már imánkodtam, hogy ezt nagyon kérem, ne mondjuk már svédasztalnak. Ez egy nagyon szleng dolog, ez már nem elegáns. Azért svédasztal ennek a beceneve, mert a svéd család olyan svédasztal, hogy mindent megfőz, és a lakásba kirakja különböző helyeken. A család meg ahogy jön, úgy eszik. Ennek a neve büféasztal. Hogy hívják a szállodába a hideg-meleg édes-sós kajákkal fölrakott pultokat? Köszönöm szépen. Ezt nem mondjuk, mondom, azt szeretném mondani. Na most ez nem azt jelenti, hogy akkor lelegelem utolsó saláta levélig is, hanem először az ember nyilván, amikor lemegy, ugye a vacsorához, mint már mondtam, már föl kell öltözni tisztességesen. Ez van, ahol nem is bízzák a véletlenre, tehát van a szálloda eleve megkéri a vendéget előre, hogy az a vacsorákra hogy készüljön el. Tehát a technikai mondom az, hogy ne legyen papucs, az a szobai papucs. A férfiaknál ugye, hát nyilván egy rendes cipő, hosszú nadrág, egy ing, a nőknél is mondom, egy nadrág, egy elegánsabb blúza, vagy egy póló, meg egy nyaklánc, tehát valahogy kicsit öltözzünk föl. A vacsora az mindig egy ilyen csendesebb esemény, ott hosszabban el leszünk, és ilyenkor divatbemutatót szoktak tartani, ami megint az ellenkező véglet. Tehát az elegánsan, de nem úgy, mint hogyha Pesten mennénk színházba, tehát van különbség a kettő között. A büfé vacsoránál szintén elfoglalom a helyemet, majd megyek a büféasztalhoz, és javaslom, hogy először nézzék végig, hogy milyen ételek vannak. Nem azt, hogy hó, ebből veszek. Hó, azt meg elfelejtettem. Tehát ez az ember mindenki túl leszi magát. Igen, és nézzünk, nyugodtan végig lehet nézni, hogy mi van felhozatal, és ha mondjuk, hogy valami fogytán van, akkor ne pánikoljunk, mert a konyha automatikusan utána tölt. Akkor inkább már várjunk rá, mert akkor a frisset kapjuk meg. Tehát nézzük végig, hogy milyen étel van, és utána eldönthetjük, hogy mit akarunk enni. A sorrend ugye nagyon fontos, megint csak ugye a magyar, hogy bepakol mindent. Kezdjük mondjuk egy hideg előétellel. Esetleg utána egy leves. Na jó, meg a másik levesből is még egyet. Szóval azért azt mondom, hogy levesből kettőt vesz, ám kóstolja meg. Utána ugyan a meleg ételeket, és a legvégén az édesség. Az édesség meg a gyümölcs az a dolog, amire pláne az orosz turistákhoz figyeltem meg. Vacsorára belép, és elsőre megy a gyümölcs, görögdínje, sárgadínje, összibalasz, krumpli, alma, minden, fagyisüpemény. Utána megy enni, hogy nehogy már elfogyjon a végére. Na most ez megint olyan dolog, hogy nem fog elfogyni, mert az kötelessége a vendéglátóiparnak, a vendéglátósnak, hogy azokat folyamatosan tölti utána. Tehát nem kell attól pánikolni, el fog fogyni, és akkor nekem nem marad. Ez a legrosszabb. Tehát a büfélasán is tartsuk be ezt a ritmust. Ott nyugodtan lehet elbeszélgetni, nem kell sietni vele. Na most ilyenkor, amikor az ember italt akar, mert este ugye már, hát lehet már kis alkoholos dolog is, valami kis söröcske, borocska, ilyesmi, az előre meg kell tudni az étterem vezetőjétől, vagy aki ott éppen elkapható, akivel tudunk beszélgetni, hogy benne van-e valamennyi a félpanzióba, vagy azért mindig külön fizetni kell. Mert szörnyű, azt hiszük, hogy benne van, és akkor hozzák a számlát a végén. Ezt meg a vendégnek nagyon nehéz megmondani, ilyenkor azt szoktam mondani, hogy kérnénk egy üvegbort, a szobaszámlára megy, vagy készpénzbe fogják fizetni. Tehát fölhív a film, hogy ez fizetős lesz. Tehát nem kell elfogadni akármit, mert esetleg ráfázunk. Tehát a Magyarországon is inkább megtudni előre, hogy mi. Na most, amit nem szabad soha, hogy a szállodai étterembe beviszem magammal a sörömet, mert ezt olcsón kaptam meg a sarki ABC-be, azt meg lehet inni a szobába, de ott az étteremben nem viszek be saját olcsó piát, olcsóbban megvett piát. Tehát azért, ha lehet, akkor azt tartjuk azt a formát. Tehát nyugodtan lehet kérni, megjegyzem, ez csak magam megfigyelése, hogy egy ilyen szállodai étterembe egy ásványvíz drágább, mint egy sör. Nem tudom, ezt figyelték-e, tehát az a legveszélyesebb, hogy csak egy vizet, hoppá, szóval azért számoljunk utána. Tehát ezt nyugodtan meg lehet kérni, vagy kérni itallapot, hogy miből lehet választani. Tehát ne járjunk úgy a végén, hogy hú, ennyit nem is gondoltam volna. Tehát előre meg kell ezt is terveznünk. Tehát étteremben is, és a másik, hogy az étteremben, ha a büfé vacsora is van, ugye megettem, következőért megyek és jövök. Mielőtt elmennénk az első ételén, ugye leülünk, jön hozzánk az étterem pincér, és akkor mi mit ígyunk, azt meg belebeszélni.
És ilyenkor ugye, ha szobaszámlára iratom föl, akkor ugye nincs borra való, mert a szobaszámlára ilyen szobára írják föl, és kész a vége. Hogyha az egész, mondjuk két heti fogyasztásomat a szobaszámlára kértem, a második hét végén hagyjunk ott borra valót az étterembe. Na nem egy százast. Tehát szoktam mondani, ilyenkor az mondjuk ment 3000 forint az két heti munkájukért. Tehát valamennyit kell adni a végére, mert a borra való olyan dolog, hogy nálunk az még valahol elfogadott, valahol a munkájukért, pláne, hogyha elégedett volt, akkor pláne. Hogyha én minden este adom azt a készpénzbe, azt készpénzbe fizetem ki, akkor nyilván abba bele lehet számolni valamennyi borra valót. A büfé vacsoránál, tehát italrendelése óvatosnak kell lenni, mert mondom, nagyon elszaladtak. És szállodában, az étteremben az italárak azok a plafonon vannak. Meg kell tudni, hogyha én most nem, ezt, én nem így szeretném ezt a szelet borjúhúst, hanem amúgy, hogy az belefér még a félpanzióba. Persze csókolom, belefér. Ha csak rendelek, hogy hogy apám, na nekem ezt így csináld meg, akkor lehet, hogy azt mondják, hogy akkor plusz pénzért, mert már olyan attitűdöm olyan volt, hogy nekem csináld meg, és akkor azt mondják, hogy jó, akkor fizesed. Tehát megkérni bármikor bárkit meg lehet. A büfé vacsora, annak is van egy időpontja, mert tudom én 19-től 22-ig lehet vacsorázni. Na most ilyenkor a legtöbb szállodában van egy ilyen kiülő rész, meg utána még lehet beszélgetni, kimaradni. De azt kérem, hogy a szálloda mellett van ez a szálloda étteremnek az előtere, az a terasz rész például. Mondjuk este 11-kor ne kezdjünk el üvöltözve énekelni régi magyar népdalokat. Nem mindenki boldog tőle. De hát én Szabin vagyok, ha most hogy nem áll, apám, figyelj már. Azért gondoljunk el, hogy nekünk ez hogy esne, hogyha mi ablakunk alatt mondanak az akátos utat. Tehát azért várjunk egy kicsit vele. Inkább menjünk el valahova, ahol effektíve borozóba, vagy szőlőhegyre, valahova, ahol tényleg ezt meg lehet csinálni. Tehát a szállodában együtt élünk, tehát nem az, hogy most én a pénzem, hanem ott együtt élünk, ott megvannak ezek a közös szabályok. A liftnél például, a liftes a szálloda. A liftben, mikor belépünk, köszönni kell. És nem azért, hogy ismerem-e, hanem automatikusan jó napot kívánok. Belépek és rámosolygok, és akkor már minden rendben van. Milyen kedves vendég. Tehát ugyanolyan szabályok vannak, mint hogyha együtt élnénk egy lakóházban is. Magyar szállodák szobák borzasztó vékonyak. Tehát minden áthallatszik, levegő, vétel is áthallatszik. Tehát azért gondolkodjunk azon el, hogy ő ebből mit hall. Nem akarok konkretizálni dolgokat, de azért itt is vannak azért egy ilyenfajta kis technikai elvárások. A dohányzás. Most nagyon a dohányzás az már tilos. Hát dohányozni sehol. Én voltam olyan szállodában, ahol a strand részen, a szállodai strand részénél egy nagyon szép ilyen fa, zsalugáteres, ilyen szaletli-szerű volt megépítve műgyeppel, hamutartókkal, oda be lehetett ülni árnyékba dohányozni egyet. Tehát kijelölik a helyeket. A legrosszabb, hogyha a szállodában egyáltalán nincs ilyen hely, ki kell menni a szálloda elé. Gyönyörű üvegfal, pálmafák, izé, benne halba, az egész egy ilyen csili-vili, és mellette, egy ilyen hamutál mellett, így állnak 20-an. Csikkek meg így szanaszét. Az egész kedvemmel megy a szállodától, tehát a dohányzásra kijelölt hely minősége a szállodára vetődik vissza. Tehát amit tilos ma már a szállodákban, a szobákon belüli dohányzás. Nincsen már olyan, esetleg nagyon magasnak a legfeltetején a felsőbe talán esetleg lehet, de a szobákban már nem lehet dohányozni, és nem azért, mert ugye tüzet csinálunk, mert nem csinálunk, hanem ugye a füst az átterjed az egész szállodára, és van, akit ez nagyon zavar. Az erkélyen is, például az erkélyen azért nem lehet dohányozni, mert átmegy a másik szobába. Tehát együtt élünk. Tudomásul kell venni, hogy ha a szállodában, ez miért nincsen saját nyaralom, ott azt csinálok, amit akarok. De a szállodában alkalmazkodnom kell, a dohányzás, a kijelölt helyen szabad csak dohányozni. Én, aki dohányzom, ezt borzasztó nehezen abszolválom, de megteszem, mert ugye a szállodában másokkal élünk együtt. A szobán belüli fogyasztásunk az nyilván az a mi dolgunk, azért a mérték ott sem már. Tehát az ember a szobai minibárból iszik, gondolja meg kétszer, mert az a legdrágább létező műfaj,
Én azt szoktam csinálni, amikor megérkezem, hogy az, benn van benne ásványvíz, üdítő, sör, bor, minden. Gyönyörű szépen kipakolom egy polcra az egészet, és nekem lesz egy vadi, tiszta, új, jó hideg hűtőm, és ott berakom a magam vizét, esetleg a borocskámat, tehát az gyümölcsömet, azt használom magamnak. De azt kiraktam oda, hogy én ahhoz nem nyúltam, gyerekek, nekem nehogy felszámoljátok. Mert mondom, hozzányúlni az azért elég méreg drága. Tehát a hűtőt így is használhatjuk. Mosás és egyebek is. Hát nyilván az ember egy kis fehér neműjét ugye átöblíti, fürdőruháját kimossa, kirakja, az nyugodtan belefér, erkélyen szokott szárító is lenni. Az erkélyen szárítóra kirakom a szárítót, ott, ahol a tömeg látja, ott nem a bugyimmal kezdem. Tehát oda berakok egy hosszú törő között, és akkor emerre már lehet rakni az intimebb részeket is. Mert a szárító az azért volt. Amennyiben a szállodában szeretnénk mosatni, mert ilyen lehetőség is van, annak van egy külön zsákja, és akkor azt ugye oda kellene a takarítónőnek, ezt nyilván pénzért felszámolják. Amit esetleg ez a vasalás dolog, fiúk, lányok, ne vigyünk olyat, amit vasalni kell. Ez az borzasztó nehézkes, mert van, ahol van vasalószoba, van, ahol meg nincs. És 40 fok melegben, meg 3 plusz még át kell vasalni, én belehalok. Ne? Inkább vigyünk, amiket nem kell átvasalni. Nagyon kell vigyáznunk, hogy azért egy szállodában, csak azért, mert megyek le a masszázsra, azért ne úgy menjek, hogy még a csipa a szememben, hogy nyolctól van a masszázs, hanem ott is próbáljunk azért nyilván lezuhanyozni előtte, tehát a technikai minimum, hogy azért együtt élünk, tehát a szaginformáció megint csak lényeges. Na külföldön, hát ott aztán vannak érdekes dolgok. Ugye, hogy eleve, hogy nem tudom, aki már volt így külföldön, mondjuk a Ferihegyen, állnak ott sorba a becsekkolásnál. Végignézni, hát esküszöm, jobb, mint egy csodáklub. Tehát amiket ott lát az ember, egyszerűen sikongat a rögzségsor. Mindent fölpakolva, arany, magas sarkú, kalap, minden. A kalap az lehet, hogy azért van a fejemben, nem fér be a bőröntbe, azt még megbocsátom. De ez a... és akkor így áll sorban, már szakad róla a víz, akkor az a beszállókártya, akkor bemegy, ott várni még egy óra, folyik a festék, szalaszolja az egész minket. Szóval ebben az utazásra kényelmesen kell felöltözni. Pláne aki busszal megy, vonattal megy, vagy autóval megy is, oda kényelmesen kell, és az igaz, hogy a farmer, ami nagyon hasznos dolog, mert ugye 2 számmal kisebb benne az ember hasa, de abba ülni 8 órát, az egy kihívás. Tehát inkább egy ilyen lazább gumisderek, esetleg egy vászonnadrágot, egy lazább pólót, és aki meg netántán megtehet, hogy hosszabb útra megy, mondjuk repül 6 órát is, vagy 8-at is Dél-Afrikába megy, vagy ilyesmi, a gépre nyugodtan vihet magával egy váltáspólót, tehát hogy ne egész úton izzadjon bele. A buszos kirándulásnál meg jó magyar szokás, megjött a busz, megyünk Dubrovnikba, beülünk, na apukám, mit hozta enni? És azzal kezdik, még el se indult a busz, már a rántott hús, meg a morzsa, meg apa az egész, már jó lefele, valami egészen szörnyű. És ezt tudom, hogy borzasztóan primitív példa, de higgyék el nekem, hogy ilyen még mindig van. Persze, útra viszünk egy szendvicset, az a szendvics már megcsinálva a szalvétában, egy lonzacskó, amiben majd gyűjtjük a szalvétákat, tehát valahogy az ember intelligensen álljon már ez is hozzá. Azt mit érdekel, apám, befizettem, hogy kitakarítják. Ez nem így megy. A saját magam eleganciája, hogy nem hagyok ott egy ilyen szemetes dombot magam után. Hát most legutóbb láttam, hogy a csíksomlyói ünnepek után, hogy ott mi szemét maradt, hogy térdig jártak a szemétbe. Eldobni, nem értem meg. Egy buszon is van egy nálam egy külön, azért egy nejlonszatyor, vagy egy nejlonszacskó, amiben gyűjtöm a szemetemet. És majd adandó alkalommal kidobom. Tehát nem dobálok, szerintem abban a régen cigarett hamutartó volt, mert akkor lett vagy, hogy jó mindent, belepakirok, és csak patyabak kis. Ember nincs, csak ez kiszedi belőle. Tehát valahogy együtt élünk ott is. Hogyha buszos az utunk külföldre, amikor beszállunk, akkor több órát leszünk együtt, akkor a mellettem ülőknek bemutatkozunk, mert együtt fogunk utazni. Egy repülőgépen már nem kell, mert hogy mentünk, annyi volt, esetleg szóba lehet állni veled a buszon, érdemes megismerkedni, mert hosszan leszünk sokáig együtt. Bemutatkozunk, igen, Szolnokról jött, hát mi Szegedről köszönjük, ja, szép idő, kész, ennyi, nem kell ott, és a nagymamájának mi betegsége van, szóval nem kell belemenni, de valamennyire meg kell ismerkednünk. A buszos úton
ugye ennivalót viszünk magunkkal, esetleg innivalót is, de alkoholt ne vigyünk. Nem kéne, mert annak van egy outputja. Azt meg ugye nem akkor lehet, amikor akarom, hanem amikor megáll a busz. Tehát azért ez meg eldöntendő kérdés. Nem szoktam javasolni. Amit viszont akár buszos, akár repülőt, akár autóval megyünk is, nyilván egy csomag nedves törlőkendő. A baby popsi törlőkendő tökéletesen megfelel a kezünknek is. Tehát az nem kell, hogy popsi, ugyanúgy a kezünk. Tehát vigyünk valami kis sígikendőt, valamit, amiben meg tudjuk a kezünket törölni, mert azt nem mindig lehet egyébként egy buszon. Legtöbb helyen nincs ilyen kézmosó lehetőség. Bár ki van jelölve, csak nem nyitják ki, akkor takarítani kéne. A buszos utókon, hogyha megyünk, és mondjuk egy hosszabb út, és több helyen is megállunk, ha azt mondják, hogy a busz 4 óra 5 perckor fog indulni, akkor hányra megyek oda? 4-re. Nem 4 óra 10-re, hogy hát a pénzemén majd megvárnak. Mert megvárják, mert kénytelenek, de egy nap nem telik el, és mindenki, hogy te, ez mindig, emiatt vagyok. Ez. Úgy megutálják, hogyha pisilni kell, nem szólnak a sofőrnek, mert pisiljen be, ha már ilyen volt. Tehát egyszerűen megutálják. Tehát az egymás kölcsönös tisztelet, amiről mindig is beszéltem az előző napokban is, az előző alkalmakon is, együtt élünk a Földön, ezt harmonikusan kell csinálni, mert az úgy jó nekem is. Nem az, hogy most én mondom meg, mert akkor ugye utána a légüres tér vesz körül, hanem az együtt élésnek az, ez a bizonyos kis titka. A buszos útnál visszatérve még, ugye van a kézipoggyászunk, tehát az, ami ott úton kelhet címmel, és a bőröndünk nyilván lent van. Azt meg nem óránként ne kezdjük el kiszedegetni, hogy bőröndben maradt a pám, de azt otthon el kell tudni dönteni. Repülővel is utazunk. Az a baj, hogy ezek a fapadosokon fent már minden, egy korty levegő is aranyárban van, tehát nyilván nem tudunk ott rendelni. Bár az ember, hogy egy hosszabb útra megy, rászánja, hogy akkor ott vesz egy ásványvizet, vagy egy narancslé, tehát rászán valamennyit, de ha nem, amikor becsekkoltak, akkor mielőtt felszállnak a gépre bent, van a duty free, ez a benti vámmentes bolt, ott lehet venni vizet, azt a palackot már föl lehet vinni. Nem lehet bevinni palackot az utcáról, mert akkor az ott biztonságiaknál, azt kivezik a bőröntünkből, mert abban lehet robbanószer. Például a kézipoggyászunkban a repülőgépen nem lehet egy testápoló se. Mert hát, ha robbanószer van, de semmi folyadék. Meg kell inni, vagy valami, nem? Tehát nem. Tehát ott, amilyen például ásványvíz, az útra ásványvíz, az bent kell majd megvenni. Tehát ne legyen nálunk. Meg én nekem már vették el az aranyos, ilyen pici, nagyon-nagyon régi, még nagymamámé volt, egy Zollingen körönvágó olló. Ilyen picike, az a kis, az a nagy, olyan bőrvágó, az a nagyon kis finomocska, még azt is elvették. A lelkem szakadt meg, mert az van kiadva, hogy szúró fegyver nem lehet. Hát aki egy ilyen Zollingen körömollóval megtámadja a pilótát, az szerintem már be van állva, tehát szoktam mindig mondani. De ennek ellenére joguk van rá, tehát vigyázzunk vele. És a másik vámos, vámosnál, vagy ilyen biztonsági ember a repülőtéren, igaz az a mondásom, hogy az ember katonával meg rendőrrel nem vitatkozik. Nincs értelme. Neki ki van adva, azt neki be kell tartani. Tehát ott nem állunk levitatkozni. Ha megyünk külföldre, technikai minimális, azt hiszem, mindenki tudja is, hogy mit akarok mondani, a befogadó országból felkészülék. Mert én megyek, tehát nekem kell ott alkalmazkodni, mert ők a befogadó kultúra. Ezért például, ha erősen katolizáló ország, mondjuk Olaszországba megyünk, vagy arab országba megyünk, lányok, legyen nálunk mindig egy vékony kendő, mert a vállunkat be kell takarni. Nagyon sok helyen a combunk nem lehet, tehát sortban nem lehet bemenni templomba. Legyen nálunk egy másik, amit meg itt átkötöl. Például Izraelben ott eleve adnak ilyen nagy kendőket a lányoknak, hogy a sortukat takarják el, mert nem szabad csupasz combban bemenni egy szent helyre. Tehát tudnunk kell, hogyha megyek valahova, pláne a vallási szokásokat el kell tudnom fogadni, mert az a helyi kultúra része. Mondjuk egy tunéziai étteremben ne akarjunk sertéshús kérni vacsorára. Megint egy minimum. Tehát azért tudnunk kell, hogy a befogadó kultúra mire képes és mire nem. Egy biztos, ha bárhova megyünk is, a mosoly nemzetközi. Tehát azon a nyelven, hogy kérem, köszönöm. Ilyenkor mindenki megnyílik, hogyha már egy szót mond az én, hát ha nekünk találkozunk egy külföldi, és azt mondja a külföldi, hogy jó napot kívánok, kérem, segítsen.
Az ember boldogan, hát elhordja neki a hegyet is, mert megszólalt magyarul, milyen rendes egy ember. Ez külföldön ugyanígy, tehát külföldön is, hogyha akarok valamit, akkor az ott nyelven, legalább az, hogy kérem, azt legalább azon a nyelven mondom. Ha meg magyarul akarok megszólalni, ez megint egy már egy ilyen sztereotípia, hogy két sört, sört, figyelj! Attól, hogy hangosan mondom, nem érti meg jobban. Tehát nem kéne hangosan mondani. Egyébként, mikor én annak idején dolgoztam, mert kétszer is dolgoztam Kínában, ilyen 5 meg 6 hétre dolgoztam Kínában, még előző életemben, jócskája előző életemben, mindig volt nálam papír meg ceruza. Mert kimondani nem bírtam, hát kínaiul meg az ember nem is csak úgy megtanul, mint egy angolt. De lerajzoltam. De mentünk, el akartunk menni a pekingi ősember barlangjába. Ugye pekingi ősember, ugye ősi kultúra. Csukudián, ez volt a város neve. És hogy mentünk kocsival, paraszbácsik, öregnénik, bácsik, mindenki mondja, Csukudián, Csukudián, úgyse, úgyse. Én meg fogtam egy papírt, rajzoltam, egy koponyát rajzoltam, meg két lábsárcsontot. Mondom, Csukudián, ja ott. Tehát a papírceruza mindig segíthet rajtunk. A külföldön, mondom, hogy a helyi szokásokat tisztelnünk kell, például a köszönés, üdvözlés nagyon sokféleképpen történhet. A maoriknál ez a legérdekesebb kép. Ha legközelebb maori szigetekre mennek, akkor tudják, hogy mi ott kell. Ott az van a szokás, az a szokásuk, hogy a két maori találkozik, akkor a homlokukat meg az orrukat összeérintik, és egymás levegőt, pár másodpercig. És hogy átmegy az orrukon a levegő, egymás lelkét érzik meg. Két maori egymással soha nem háborúzik, mert a béke jele. Tehát homlok és az orr. És mikor Merkel asszony ment oda, ugye befogadó kultúrát tisztelem, átvette ezt a szokást. Imádták, mert a helyi szokást tartja be. Vagy ugye a meghajlás, ugye a készhajtás, egyáltalán maga a meghajlás is mennyire általános a szokássá vált. Arab kultúrában azért nincsen nagyon meg, ahova Törökország, Tunézia, ahol megyünk magyarok, ott már tudnak magyarul. Ezt nem tudom, megfigyelték-e. De ez nem csak az ő szokásuk, én Hévízen figyeltem meg, amikor elkezdtem valamikor 20 éve lejárni, még minden boltban a magyarok németül beszéltek, mert német vendégek voltak. És hogy kezdtek az oroszok jönni, ma már minden boltban oroszul beszélnek. Az ember megtanulja, mert el akarja adni a termékét. Tehát nyilván rákészül arra a befogadó kultúraként is. De tisztességesebb, hogyha én, aki megyek, én alkalmazkodom. Tehát én próbálom meg azt, hogy kérem, köszönöm és egyebek. Arab kultúrában, a Tunézia például, vagy akár Törökország is, uraknak mondom, hogy a feleségükre, leánygyermekükre nagyon kell vigyázni, mert ott ezt olvastam egy tudományos munkában, például a Törökországban sokkal kevesebb lány születik eleve. Tehát ott a lány az egy külön érték, mert kevesebb van belőle. Ezért a török férfiak azok borzasztóan úgy rámenősek, hogy nem fogdossák meg, hanem tessék, mondom. Szóval látszik az arcukon, hogy nagyon. Tehát egy pláne szőke feleségre nagyon kell vigyázni, mert náluk az, hogy egyébként hogy néz ki, teljesen mindegy, csak nő és szőke az már náluk nyerő. Tehát nekünk lányoknak vigyázni kell. Én anyukámmal voltam annak idején Isztambulban, és hát annak idején még ugye az hogy pamut árucik, az még valamikor ez már 30 éve volt, akartunk venni pamut hálóingeket, egy párat ugye begyűjteni, mert az ott olcsóbb is, meg jobb minőségű, és férfi eladó volt, és hogy megfogta azt a hálóinget, ahogy hajtotta, láttam benne magam. Szóval náluk ez borzasztóan nehéz dolog. Tehát vigyázni vele. Meg még egy másik, hogy megint a magyar mentalitásunk, ha egy arab országban egy szőnyegboltba berángatnak, hogy úgy, menjünk be, ott megkínálnak tejával, foglaljunk helyet, tehát ahogy szokt araboknál szokás, ettől nekem még nem kell venni szőnyeget. Tehát magyar ember ugye, hogy ha valamit csak kéne gyerekek, ha már pedig nem kéne, náluk ez benne van az üzletben. A másik, hogy szintén arab és török világ, hogy ott alkudni kell. Na most az elmegy ember bármi más országban is, az alkudás az nem mindenütt lehet. Mondjuk egy nyílt piacon nyilván lehet. De már egy ilyen rendes bolti, tehát mondjuk állami boltban, tehát úgy mondjam, hogy szervezett boltban, ott azért már nem alkuszunk. Ami ki van írva ára, azt ott már el kell fogadni. Alkudni meg nyugodtan lehet. Egy arab országban, ha valaki nem kezd el alkudni, az sértés. Tehát azt mondják, hogy 40. Én mondom, hogy 6.
ő elkezdi megtértni magát, hogy meghalt a családom, éhen halunk, minden. 30. Mondom, 7. És ez így megy 15-ig. Tehát végül is ő tudja, hogy ez kevesebbé fogja eladni, de megtisztelem őt azzal, hogy ezért alkudok is rajtad. Mert ez neki egy játék, ez az életük. Tehát ezt nyugodtan le kell játszani. És erre a magyar ember, pláne aki először megy ki ilyen országba, borzasztó restelkedik, hogy most tényleg ennyivel olcsóbb, annyival. Tehát szemérmetlenül bele kell menni egy alsó bárba, hogy a közepén valahol kijussunk. De mondom, ez megint a fogadóország ismeretéből ered. Fogadóország ismerete. Nagyon kell tudni a jeleket, mert nagyon sok országban más. De nálunk ez az ilyen, gyere ide. Ez minden országban, amit én ismerek, a sértés. Mert egy ilyen, hogy mondjam finoman, szexuális aluljelzés. Tehát így soha nem hívok oda senkit, pincért se, hogy jöjjön ide, mert megüt, hanem vagy a kézfejemmel magam felé, távol-keleten meg, tehát India, Kína, Japán, ilyesmi, ott meg magam felé, lefelé kell intenni. Ott még ez se fér be, ott meg lefelé kell intenni. Így senkit, inkább így hívom. Ez itthon se árt elfelejteni. Hát ez ugye, hát ez az egész Európában tudjuk, mit jelent. Szóval ez valamennyi ugye felszarvazott fél, tehát mindig sértés. Olaszok ezért már ölnek. Az okéjelzés ismét ennek a párja. Tudod, nem tudom, értik, hogy miről beszélek. Szóval... ezt se nagyon mutogassuk. Ez a prima, ez még elmegy, hogy prima, de már ez nem megy el. Hát erről meg nem mondok semmit, szóval ez azért... Tehát vigyázzunk a kézjelekkel. Egyébként a gesztikuláció önmagában nem volna baj. A angolok mondják, hogy hát a kontinensen mindenkinek kezelába jár. Hát ők meg ilyen felszabadult mozgás. Az megint más. De ma már globalizáció... ők is elfogadják, hogy léteznek élőkezű emberek. Tehát nyugodtan lehet. Olasz módra az igazán nagy, távol a testemtől, az nyilván, hogy az olaszos. Magam, tehát a karom az ne menjen a testemtől, már szóval lehet nyugodtan így kommunikálni is. A külföldön, hogyha nyaral az ember, pláne tengerparton, megint csak tudnia kell egy pár illemszabályt. Tehát például a szállodán belüli strandon lehet az a nő bikinibe. Persze nem akár, hogy arról majd még mindjárt beszélünk, de már egy külső strandon már nem. Tehát az a kultúra mit fogad el a testiségből, és mit nem. Vagy az evésnél. Az a kezdődik, jó, én azt meg nem enném, az ne menjen ilyen helyekre. Tehát az ember már ott van, akkor próbálja meg megkóstolni. Mert megkóstolnám, nem mondjam azt, hogy hú, ezt nem. Megkóstolom, utána legfeljebb azt mondom, na tényleg nem. De eleve nem mondjuk nemet. Aki meg ilyen osztrigát, meg ilyen halat, meg ilyeneket nem akar ilyen mozgó dolgokat enni, az eleve mondja meg azt, hogy a tenger gyümölcseire allergiás vagyok. Ezt nyugodtan lehet mondani. De az, hogy fúj, én nem, azt nem, mert a másik meg szívesen enné meg, és elkezd ilyen, te ezt megeszed. Szóval ilyeneket azért próbáljunk meg visszatartani. És ugye dolgokat egyáltalán hogy kell hozzányúlni, hogy kell lenni. Az első dolog, hogyha hoznak, mit tudom, hogy homár vagy ilyesmit is, az ember egyszer megpróbálja, ha már ott van a tengerparton, és ha hoznak hozzá egy gőzölgő, nedves flotirtek kendőt összehajtva, az kézzel kell lenni. Ez a jele. Abban először megtörlöm a kezem, utána az kézzel kell lenni. De az a jel ott van, az a forró gőzölgő kendő, hogy ez kézzel kell lenni, ezért töröld meg előtte a kezedet. A másik meg, hogyha nagyon nem tudom, hogy hogy kell lenni, akkor ugye ez a... megnézem. Valaki csak tudja. Na most, kiköpni semmit nem szabad, hogyha már benn van, akkor nyeld le. Szoktam mindig mondani. Kiköpni semmi. Azt tányéromban még eldöntöm, hogy megeszem vagy nem, de ha már benn van, azt már nem lehet kiköpni. Borzasztóan sértő. Például Tunéziába valaki elmegy és befizet egy ilyen kétnapos beduin körútra. Sivatag, kígyó, szóval ami csak kell, exotikum. És este beduin vacsora a sátorba, földön ülve, nagy közös tálból enni ugye a kuszkuszt. Na most hát nyilván a jobb kézzel. Tehát az arab kultúrában a bal kéz az nagyon a szennyes, azt a másra használják. Tehát mindig jobb kézzel. Egyébként soha nem árt. Én azt mondom, hogy inkább általános azt mondom, hogy bármilyen kultúrában inkább a jobb kezünket használjuk. Ebből baj nem lehet. Tehát akkor nincsen az, hogy most itt lehet-e vagy ott, nem, jobb kézkés. És a kicsi kis gombócokat kell nyúlni abból a küszkuszból és megenni.
és magunk előtt nyilván nem nyúlunk az ott egy szebb falat, hanem a saját oldalamon. És hogyha az a beduin törzsfőnök azt a szép 35 éves, duzzadó, életerős szőke feleségnek azt mondja, hogy a birka szemet, hogy akkor ajándék, azt meg kell enni. Vagy nem megyek el a beduin vacsorára, de már elmentem, azokat a szokásokat kell tartanom. Birka szem, akkor meg... Lanyelem már lenni is van. Tehát, egyébként, ha az ember egy ilyen arab vacsorára megy el, azt tudni kell, hogy ott a tányéron kell hagyni egy falatot mindig, mert ha megette mindent, akkor automatikusan kapja a következő kanál kuszkusz. Ott egyébként meg nyugodtan megehetem, meghagyhatom, az már én tőlem függ. De ilyen beduin asztalnál, vagy arab asztalnál hagyjunk mindig egy darab falatot. Tehát más és más kultúra. Olaszoknál, amikor azzal kezdve, hogy fölköti a szalvettát ide a nyakába, akkor az vagy spagetti lesz, vagy annan, amit ugye le lehet enni magát, akkor mi is fölkötjük. De automatikusan nem kell azzal kezdeni. Tehát megint szétnézek ebben a kultúrában, azt hogy csinálják. Bárhol külföldön vagyunk, én még mindig amondó vagyok, hogy utcai árusoknál gondoljuk meg, hogy megesszük azt, amit a csütnek főznek, mert lehet, hogy az teljesen friss, aznapi fogás az a hal, de lehet, hogy nem. Én utcán így nem nagyon szoktam menni, mondjuk, hogyha már bent van egy bolt, ahol mit tudom én, gírosz vagy ilyesmi, ott még talán, de utcai árusoktól én azt mondom, hogy meggondolandó. Persze az emberben van kalandvágy, hát még de lenne. Ezért csomagoljunk mindig széntabletta, legyen mindig nálunk. Szóval, uraknak unikum, nekünk széttabletta, abból soha nem árt. Védőitalnak, ugye, hogyha bármi ilyesmi is előfordul. Ugye nagyon sok kultúrában más és másképpen terítek az asztalokat. Például egy orosz étteremben, szerintem ők ezért pakolnak mindent föl, orosz étteremben addig, amíg minden előételt föl nem pakolnak, nem is szabad leülni az asztalhoz. Tehát náluk eleve teriasztalhoz kell leülni. Lehet, hogy az oroszok ezért a magyar szállodákban is bepakolnak mindent, mert ezt szokták meg, nem tudom. Tehát nem mindenütt azonosak a felszolgálási formációk sem. Ami biztos, hogy a pincének ne lógjon bele az ujja, tehát azt mondjuk szoktam mondani. Ilyen, hogy például Nílusi hajóút például. Ugye az ember, hogy a fedélzeten van medence címmel, hát az nem olyan medencem, szóval van, maradjunk ennyi, hogy van. De ha ott a helyi személyzet van, arab személyzet, egyiptomi arab személyzet, és a lány ott a medence partján kis bikinibe jelenik meg, az egész legénység. Mert ez nekik már nekik ez egy esemény. Tehát megint a befogadó kultúra mit fogad el? A borra való kérdésről annyit még, hogy tehát amiről beszéltünk, hogy Európa, Tunézia, Törökország, ez a résznél Közel-Kelet még a borra való elfogadott, de már Távol-Keleten nagyon meg kell gondolni, mert ott nagyon sok helyen már sértő. Tehát Tajföld, egyebeknél lehet, hogy nem kell az a borra valót adni, mert hát, ha megbántom vele, legfeljebb megszaszarom, hogy másod-e neki, de hát utána nézek, de nem, mert nagyon sok szerint ez a munkám volt, ezt nekem ne bántják meg, hogy külön még ezért fizetnek is. Na, vízparton. Azért itt szerintem mindenkinek van saját élménye is. Balatonnál, bármifajta nyílt tó, a Velencei tónál, tehát a szabad vízi strandoknál, vagy egy simán egy strandon is. Ugye a magyar ember mit csinál? Lemegy, hogy nehogy a ruhatárba kelljen menni, már eleve zokni, szandál, gatya, alatta a fürdőgatya, szatyor, hűtőtáska, pléd, napernyő, lepakol, kicsomagol, és elkezd enni. Na most ezt azért olyan nagyon nem kéne. Én azt mondom, hogy a vízparton is legyen bennünk egy belső elegancia. Tehát a vízparton se akárhogy. Tehát ha valaki nem cérnavékony, akkor ne vegyen föl bikinit. Vagy ha igen, akkor legalább ne ilyen. Igen, nagyon kivágó. Tehát vannak a normálisabb, kicsit zártabbak, és akinek lóg a hasa, az ne alatta tegyen lányok, borzasztó látvány. Szóval azért, hogy én még egy husi-musi, az lehet gusztusos, de már kötözött csonkaként nem olyan nagyon. Tehát tudom, hogy mi fér rám, és mi nem fér rám. A férfiaknál, uraim, nem, ez a fotó nem véletlen. Én nem értem, hogy nő az a sörpocak, hát nő. De az miért nem húzza egy kicsikével följebb? Szóval ez az ilyen lem van itt alul, tudják, hogy hol, hát azt olyan nagyon nem szoktam szeretni.
egy férfi is nézen ki valahogy, és most nem az, hogy most badi meg izé, hanem a 60 éves is, már söröpocakos is, de ne lógjon rajta így a cucc. Meg a férfiaknak mondanám azt, hogy ez a nálunk ez a kis bermuda fürdőnadrág, ez a kis fürdőnadrág, tehát a párhuzamos végű nadrág a férfiaknál általában elfogadott, de már ha külföldön vízpart, akkor ezt már megnézzük, ott már hosszabb szárú kell. Tehát ez az ilyen kisebbet, azt már nem nagyon... Hát a fecskét, azt, emlékszik meg valaki még a fecskére? Hát az nyilván nem. De az ilyen rövid szárú nadrágot sem nagyon szeretik már a férfiakon, ez a hosszabb, ami szerintem szörnyen néz ki, de azt a hosszabbat kell hordani. Tehát nyugodtan szánjuk rá, hogy akkor bemegyünk az öltözőbe, és átöltözünk a fürdőruhánkba. Hogy öltözőből jövünk ki a strandra, azért legyen rajtunk egy törülköző, egy kendő, tehát valami, hogy nem mindjárt messzelenül essünk oda be, és ugye keresünk helyet magunknak. Na most ki a naposat, ki a árnyékosat, ki hogy szereti, de azért tartsuk a távolságot, tehát nem mindjárt hasába üljünk bele, hanem hogyha már nagyon tele vagyok, akkor legalább fél méter legyen, ez az intim zóna hely legalább legyen meg a két plét között, abszolút kis egyszerű dolog. Ne vigyünk magunkat, ez evidens, ne vigyük ki az értékeinket magunkkal, tehát hogy betakarjuk ezzel a lepedővel, hát ha nem látják meg, szóval az nem olyan nagyon jó. És a fürdésnél, szabadvízi strandon, szabadvízen, Balaton, Velence, erezzel a hajamat, csapkodok, labdázom, úszógumi, bármi belefér, de ez gyógyvízben már nem. A gyógyvíznél nagyon szépen kérem, a gyógyvízes medencékbe, gyógyvízes fürdőhelyeken, ott a csend az uralkodó, a csend gyógyít. Tehát gyógyvízes medencékbe nem lehet üvöltözni, meg kóbászt tenni, mert az gyógyfürdő. Tehát a strand az szabadabb, ott, aki olyan, arra vágyik, hogy labdázunk vízbe, ízé, bedobom, happen, az rendben van. De gyógyfürdőben ez már nem lehet. A gyógyfürdő gyógyfürdő, benne van a nevében. Gyógyfürdőn az ember már viselkedik, tehát halkan beszél, nem fröcsköl, tehát vannak azért technikai minimumok is hozzá. A vízparton ez a zuhany fürdő használata című előírás, ez nem véletlen. Én speciál azért járok mindig hévízre, mert a tóba szeretek úszni. Nekem egy medencébe, tudom, hogy ezek már patyolattiszták, de én látom úszni benne a lábgombát. Valahogy egy borzasztó, ugyanis látom, hogy az emberek levetkőznek, jönnek ki, lepakolnak, ugranak be. Nem zuhanyoznak el, legalább a látvány miatt, hogy én tudom, reggel zuhanyoztam, de azért a többiek, hogy látják, hogy az csak úgy jön be. Vagy például régen a Széchenyiben, még annak idején, amikor még nagyon-nagyon régen egyszer-kétszer kimentem, ott nem engedték be az embereket a medencébe úszni, nem a gyógyban, rendesbe se, ha nem volt a fején sapka, vagy legalábbis bekötve a feje, hogy a haja ne menjen szalán szét. Teljesen mert a úszó hajszálak azok szörnyűek a vízben. És elkezdtek jönni a külföldiek, ugye Csőstől, ugye a Széchenyiben vannak a külföldiek, hogy ez már olyan ciki, ne legyen neki kötelező a sapka, menjenek úgy, ahogy vannak. És akkor az orosz lány, ugye orosz lány, kibontja a haját, és megy be a víz, mint egy lórele így. Már a medence végén van a haja, még mindig ott van a vízbe. Tehát a medencében a hajamat azért nem mártam be, hogy az a klóros víz tönkre teszi, másrészt meg az a kihullott hajszálak, az valami szörnyű. És legközelebb jövök visszafelé úszva, és rám ragad, én is rosszul leszek tőle. Tehát ha lehet, akkor ott legalább a hajunkat azért fogjuk be. A gyógymedencében meg egyébként is, ugye általában az ember hosszabban van, akkor nyilván sapka, szalmakalap, ilyesmi van rajta. Hévízem. Ugye mély a tó. És van egy olyan rész, ahol nem mély, ha be lehet menni, csak derékig ér, de a többi meg mind mély. És akkor a lépcsőre az ember így megy le, ilyen keskeny lépcsőn, és itt ülnek a nénik. Hát nem néni, bárisnya. Ez a... És hévízen jellemzően a nagyon gazdag oroszoknak a szülei vannak itt. És ülnek ott rúzs, szempillafesték, arany, szalmakalap, láncok. Mi tavaly a Cipruson voltunk. Cipruson? Mi a Maldív-szigeteken? Erről megy a beszélgetés. És ülnek ott a vízbe, én meg nem félek be tőlük. Tehát egy ilyen lépcsőre, akár medence, akár gyógymedence, a lépcsőre ne üljünk le, mert jönnének le a többiek. De hát félek, hogy belefognak, akkor ne menjél bele. Vagy van gumiöv például. Tehát ha le is megy, akkor legalább a kapaszkodónak a másik felé lógjon már le, ne a lépcsőn üljön, mert ott nem tud bemenni a többi. Szoktam mindig mondani, hogy azért ez egy kicsit túlzás. Most persze rászólni megint nagyon nehéz, és ugye a rászólásnál is
ugye, amit már sokszor elmondtam, hogy nem odavágom, hanem becsomagolom, hogy látom, milyen kényelmesen ül ez a lépcsőn, leülnék én is, csak előbb be akarnék menni. Tehát valahogy úgy mondom meg, hogy ne záruljon mindjárt be. A wellness. Na most a wellness az nem fürdés helyett van. A wellnessbe, ha megy valaki, hát ezt a netről szedtem, azt megébrajzoltam. A wellnessbe, ha megy valaki, akkor eleve borzasztóan alaposan le kell előtte otthon fürödnie, mert olyan helyre fog menni, ahol a testével fognak dolgozni. És ilyenkor ne szóljuk be magunkat, általában fürdőhelyeken sem, mindenféle illatszerekkel. Hébizítóba valaki megy, és így megy utána az illatszer, az úgy nem nagyon elegáns. Egy halvány dezodor még belefér, de egyébként wellnessben még ezt sem ajánlom, mert a wellness lényeg, hogy az egész bőrünket, minden pólusunkat tisztítják meg ott mindenféle dolgokkal. Tehát a wellnessben alapvetően úgy kell lemenni, hogy ott azonnal lezuhanyozva a fürdőköpenybe. Hiszen ott már arról lesz szó, hogy a mesztelen testünkkel történik valami, mert az a lényege, hogy tisztuljunk. Például olyan szaunába beülni, ahol fürdőruhába kell beülni, és nincs értelme, az a nejlon fürdőruha alatt a bőrünk maximum begyullad. Semmi más haszna nem lesz. Tehát egy szaunában tudomásul kell venni, hogy egy törőköző, mesztelenül is egy törőközőbe kell bemenni. Hiszen a testünknek az, ott nem a szexualitás számít. Megmentem, hogy az a férfi, vagy ez a nő, akinek ilyen 98 fokba ülve eszébe jut bármi, megemelem a kalapomat. Tehát a szaunában tudom, hogy az igenis egy mesztelen és fürdőköpeny, ez a lényeg ennek, hogy a tisztuljon a szervezetünk. A szaunában kell beszélgetni. Belépek és köszönök, nem úgy, hogy hello, hanem jó napot kívánok. Halkan. Tehát megint a wellness megint egy halk műfaj. Köszönök, és leülök. Na most, hogyha csak egy kis törőköző van rajtam, akkor a fenekam alatt egy másik is van, nyilván nem ülünk le mindjárt arra a fára. Tehát a mesztelen test és törőköző a kombináció. És ha leülök, akkor lehet így, ha egyedül vagyok nyilván a wellnessbe, ha már van valaki, akinek ide kéne kutorodni, az nem lesz túl boldog. Lehet beszélgetni, de nem kell. Tehát van, aki azért megy oda, hogy elmereng, és meditál, és szakad róla a víz. Ahhoz nem szólunk hozzá. De ha fölnéz rám, akkor már nyilván beszélgetni akarna. Tehát elvben lehet, de nem kell. Ha meg a szaunában belül beszélgetünk, azt nagyon halkan kell csinálni, mert hát, ha ő meg meditál. Tehát ez megint egy nagyon szűk, nagyon szabályos kör. A szaunában nyilván nem megyünk be papucsba, ez evidens, mondom, semmi nincs rajtunk, ami effektíve testidegen. És a szauna után kötelező nyilván a hideg valami zuhany, vagy befürdő, vagy kátfürdő, vagy ilyesmi, ez ezzel jár. Ja, én nem akarok, de igen, akarsz. Van az orosz szauna, amikor ilyen, vagy a finn szauna, hogy így verik a testünket ilyen mindenféle nyírfalágakkal. Ez ma már nálunk is divattá vált, majd, hogy vütik, tágul a pólus, tisztul a test. Tehát ez a verekedés, ez azért van, hogy a bőrünk még jobban tisztuljon, és ha elmegyek egy ilyenbe, akkor vállalni kell, hogy engem ott jó elvernek. Tehát vagy, választhatok. Nagyon sokfelé ezerfajta masszázs van, mindenféle masszázsokat írnak már ki, sokszor a nevét se tudom, hogy mit jelent. Ilyenkor utána érhetünk, ajurvéda masszázs. Ki halt meg? Akkor előveszem a okostelefon, vagy internet, vagy bármi, vagy szóltán, vagy a tábla oda ki van, hogy mit jelent, hogy vállalom, vagy nem vállalom. Mert ha már ott vagyok egy tájmasszázsnál, akkor a kezem, lábam törik el, ez egyértelmű. Tehát vállalom-e, vagy nem vállalom, melyiket megyek. A teljesen normális, ahogy mondom, normál masszázsban, ami az embernek úgy jól esik, ott nyilván hasra kell feküdni. Tehát csak mondom, sokan úgy nem, csak van egy ilyen, általában egy lukalva, az arcunkat oda bele lehet tenni. Nem a legkényelmesebb pozíció, meg ahogy mondjam, de az ember egy pár perc után ellazul. A masszázs lényege, hogy lazulj azért el, hogy ő könnyebben masszírozzon meg téged. És ilyenkor se kötelező beszélgetni. Van, aki általában a típus, mondjam, inkább magyar típus, hogy ha már ketten vagyunk, akkor már csak szóljunk már egymáshoz egy pár szót, pedig nem kéne. Mert a masszázsnál a lényeg az, hogy mint egy ilyen szaunában is, hogy lazuljak kell. Tehát a masszázs azért van, hogy ne törődj semmivel, agyadat engedd el,
menjen világgá, ne törődjél vele. Na most a masszázsnál, hogy erősebben vagy gyengébben, azt ugye meg lehet vele beszélni, de közben már nem mondhatjuk, hogy hú, ez nagyon erős, inkább másképp. Miért nem az elején mondta? Tehát itt megint csak a megállapodás kérdése. A masszázsnál is nagyon fontos dolog az, hogy tiszta testtel menjünk, és legyen rajtunk bugyi, vagy alsónadrág, ugye, az kell. Egyébként meg nem kell szemérmeskedni, mert ő, ha engem ott melltartó nélkül lát, neki ez már fel se tűnik. Mert oda mindenki úgy fekszik föl. Egyébként legtöbb masszőr, mikor vetkőzünk le, akkor ő elfordul, kezet most vagy bármit csinál, és amikor már fönn vagy, akkor fordul vissza. És amikor végeztünk, még fölállni segít az ágyból, de amikor kezdenék öltözni, akkor megint elkezd matatni. Hogy öltözésnek a folyamatát ne vegyem észre, mert az megint a szeméremnek a része. Tehát messzelenül láthat, de amikor öltözöm fölfelé, akkor már inkább nem néz oda, és az embernek ez valahol lelkeményen jól esik. Van még az ilyen iszappakolás egyebeknél is, megvannak a technikák hozzá, iszappakolásnál is. Hát ott megint csak pucéron kell fölfeküdni, az iszap megy a testemre, és a bőrömön fogat átszívódni. Hévízen vannak ilyen papírbugyik, esküszöm. Van férfi meg női papírbugyi, amit föl lehet venni, az oroszoknak szemére, az oroszok fölveszik, hogy azért hogy ne látszódjon, de hát nem mindegy. Úgyhogy csak szoktam mondani. Szaginformáció, csak ide hoztam, de az egész anyagomra végig, amit elmondtam, mindenütték az a szaginformáció. Szóval érték, miről beszélek. Izzadt ember, büdös ember, ahogy már szoktam mondani, az EU-ban nem kap vízumot. Tehát a testszag, a büdösség, azért sejtem, mert egy szállodában minden szobában van zuhanyozó. Pláne egy strandon, ott van a víz. Balatonnál mennyébe mosdjál, most meg a víz, magadat a vízbe. Mindig van lehetőség, hogy az ember megmosdjon, de az a jó emberes szag, azt nem viseljük el, az illatszereket sem viseljük el. Tehát van ez a nyaralási időszak, tehát szálloda, vízpart, Balaton, medence, gyógyfürdő, wellness, idegen illatok nagyon-nagyon zavarnak bennünket, tehát nem szabad szagosnak lennünk. Tehát annyira finom ez a kis parfüm, majd este a vacsorához szóld magadra, de napközben ne szóld magadra. A hajmosás ugyanaz, mint a férfi a borotválkozó, két hétig nem fog borotválkozni, gyereke, két hétig nem borotválkozok. És amikor hazajön és leborotválja, itt fehérebb az arcam, az alatt nem barnult le. Tehát a borotválkozás szerintem egy férfinek az ne legyen tehertétel, mert az a napi higiénia része, hogy az megborotválkozik. Tehát ne legyen az, hogy hol már megint kell. Azt valahol mélyen tudja, hogy ahhoz, hogy én elegáns legyek, nekem meg kell borotválkozni. Most nem az elegancia, az megint nem az ilyen öltönnyakkendő, hanem az a farmer egy póló, meg a borotvált arc. Az hozzá tartozik egy elegáns férfihez. Mondom, a vízparton meg külön veszélyes, mint a napszemüveg. Szóval azt meg is szoktam mondani. És akkor a mobilozás nyaraláskor. Az ember meg van őrülve, pláne okostelefonban benne van, nem is kell külön venni fényképezőgépet se, és mindent lefényképez. A szobaszámot, bejárat, legyen már meg minden. Ez rendben is van. De legyen benne azért valami a tájról is, tehát, hogy mit látok. Tehát, hú, de szép ez a fa, vagy valami, azt is lehet, nem csak azt, ami effektíve, hogy hogyan eszik a másik, tehát nyugodtan lehet másokról is fényképezni. Ez megint kultúrácsak, hogy kinek mi a drága értékes, mi az, amit lefényképez, és az gyűlik ugye a képünkbe. A szelfizés. Azért akarok be... Ez itt egy szelfi. Azért beszélek a szelfiről, mert ez most egy ilyen általános világjelenség, hogy mindenki szelfizik. Az, hogy mi van mögöttem, a kutyát nem érdekel, Taj Mahal, bármi, de én legyek rajta. És az a... Látod már valaki jó szelfit? Borzasztó. Ráadásul ez a szelfizés, a kamaszlányok ezt mindjárt dobják is fel a netre. Hát meg a celebek is. És akkor csodálkoznak, hogy 5 év múlva előkerül egy. Hát persze, hogy a neten, ha fönn van, az már még élünk ott fönn van. Ráadásul meg szoktam mindig magyarázni a szelfizésnél, hogy én fönn vagyok ott, az a világon senkit nem érdekel. Ezzel nem lehet dicsekedni, mert na, már megint fölrakta magát. Az ember lapoz arrébb. A szelfi az egy önmutogatás, és egyedül annak jó, aki fölrakta. Ezt ember más meg nem nézi. Szóval legfeljebb, hogyha mondjuk nagyon vicces van, vagy valami mocskosság van rajta, akkor megnéz. De egyébként meg nem szokott senkit se érdekelni, és életveszély. Tehát az ember nem egyszer hallottuk már, hogy hátrál, hogy még szebb legyen, és akkor ott a szakadék. Tehát megint csak meg kell gondolni. Olyat fényképezni, hogy a
strandon, hogy a fák, meg a víz csillogása, meg a napozó tömeg, csak úgy szabad, hogy az emberek ne legyenek felismerhetők. Mert felismerhető, akkor már engem följelentett, mert akkor személy jogát sértettem meg azzal, hogy ő is rajta van a fényképen. Tehát inkább akkor kicsit megemelve, úgy fogom lefényképezni. Ha meg látom, hogy valaki fényképez, akkor meg nem állok be, hanem gyorsan átmegyek, vagy mögötte átmegyek, az nyilván együtt élünk, alkalmazkodunk. Általában mobiltelefon használata, hát erről már elég sokszor beszéltem. Szóval attól, hogy én rosszul hallok, mert rossz a wifi, nekem nem kell kiabálni, csak szoktam mindig mondani. A másik meg, hogy ezt zárom, tehát nem kifelé beszélek, hanem zárom. És hogy hol? Egy szállodában, a szobámban nyilván, esetleg a szálloda halljában, ha ezt halkan tudom csinálni. De már a wellness folyosóján nem. Már a gyógymedencében nem. Ennek meg... Én voltam tanítva, mondjuk nem rendes telefon volt a fél, hanem a úszósapka alatt egy ilyen furcsa alakot láttam az úszósapka. Mondom, a konyhban van a haja, vagy mi? És akkor vettem észre, hogy az úszósapka alól meg jött ki ez a headset. Itt volt fönn a mobilja. És úszott, és mobilozott. Hát szóval az ilyennek van határa. Tehát higgyék el nekem, hogy legalább a nyaraláskor el lehet szakadni a mobiltól. Kikapcsolom, berakom a szállodámba, a szobába, a fiókba, és kész. Megyek, nyaralok, szabad vagyok. Nem kell állandóan függeni rajtam, az a szabadságnak a megölése, hogy én függök a mobilomtól. Nem kéne. A család tudja, hogy reggel esetleg körbehívom a családot, ugye ki van rosszul, ki nincs rosszul, utána be a fiókba, és délután este megint hívom őket, de nem állandóan függőségbe. Hogy sokra a medencéből is kijönnek a mobilra. Hát miért? Szóval nem kéne ennyire függni tőle, meg ugye az, hogyha a strandon ott van a csomagomban a mobilom, és én mentem a vízbe, és a mobil elkezd csörögni, hát melyik az a tolvaj, amelyik nem lopná el? Hát hallja, hogy ott a mobil, persze, hogy ellopja. Tehát ezt csak szoktam mondani, hogy nem kéne ennyire mobilfüggőnek lennie az embereknek, meg azt meséltem már a mobilfüggőség, utóbbi időben gyakrabban fordul velem, hogy valaki engem fölhív, és miközben beszélünk, hallom, hogy ő lehúzza a WC-t. A WC-ből telefonálás népbetegségé vált, és ez legalább olyan, mint hogyha pedikűröznek, és közben meg csak a pedikűrben vagyok, és ott beszélgetsz velem. Tehát mennyire megalázza a másikat is, tehát nem nagyon kéne, el kell tudni, ezt a szabadság, szabaduljunk el a mobilunktól, és higgyék el nekem, az igazi lelki szabadság. Az első két nap nagyon nehéz. Görcsben van az ember gyomra, de meg lehet szokni. Tehát szoktam mindig mondani. És még ami a... Őszi estéken összeülünk, egész két hónapja tettem át a telefonról a gépembe, diavetítés, PowerPoint, na összeállt a nyaralási kép, barátokat meghívjuk. És akkor mennem. Őszintén, kit érdekel? Aki fölrakta, az érdekel, mert emlékszik rá, hogy ott mit látott, de az a másik, hogy az megint egy tájkép. Már meg... Szóval ezzel ne, aki esetleg már volt azon a vidéken, ahol én voltam, és visszaemlékszik rá, annak emlék. De egyébként meg az én saját emlékeimmel nem lehet agyonütni a másikat. Ha csak nem készülök úgy föl, hogy sztorikkal, mit tudom én, népi anekdotákkal, mondavilággal, tehát valami extrát teszek hozzá, de csak így, hogy nézzük meg a nyári képeinket, én már megyek haza. Szóval az nem szokott mindig jól sikerülni, tehát ne nagyon próbáljuk a barátainkat erre kárhoztatni, mert nem igazán jó. Na, igen, külföldön, ez megint egy kulcsmondat, ha külföldön vagyok nyaralni, minden egyes ember külön nagykövet. Mert rajtunk keresztül ítélik meg. Látják, én is sztereotípiában, hogy az oroszok hévízen. Biztos, hogy 10-ből 8 normális. De az ember azt a 2-t általánosítja. Tehát vigyázzunk vele, mert egyenként mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy rólunk milyen kép fog kialakulni a külföldön, pláne külföldön. Meg hát itthon is persze. Tehát a kulturált együttlét a nyaralás alatt sem szabadulhat el mértéktelenül, hogy szabad vagyok. Ott is vannak együttélési normák, amiket tartsunk be, mert nem körülöttünk folyik a világ, hanem benne vagyunk a világban mi is. Ezzel a témával jöttem én mára, és persze nagyon alapvetőket mondtam el, meg mindenki által ismerteket mondtam el, de hogyha valaki magára ismert, ne mondja el.
csak gondolkozzon el rajta, jó? Szóval szoktam mindig mondani, hiszen nagyon sokszor mi magunk is vétünk hibákat, de ez nem olyan nagy baj. Csak ne legyünk rá büszkék, szoktam mindig mondani. Hogy na és aztán, de igen, is számít. Tehát az ember persze kézeleszi, lángos leszi magát, előfordul, létezik. De ez ne legyen egy erény, hogy merén megtehetem, mert nem tehetem meg. Tehát mindig vannak normák, amiket illik betartani. Hát mondjuk az, aki a kolbászütőnél a kolbászt elkezdik késsel-villával lenni, magára vesen, azt meg kell fogni, bele kell harapni kész. Na tehát mondom, el lehet szabadulni, lehet lazulni, de van egy mérce, ameddig már nem. És a végén nem ússzák meg, ismételten elmondom a márai mondásomat, mert szerintem ezt nem lehet elégszer elmondani. Többiek már tudják, akik már voltak nálam, hogy ez most ilyenkor mi jön, hogy a formákról mit mondott, mert ide is érvényes ez, amit ő mond. A formákat pedig utolsó percig be kell tartani. Étkezés közben, társalgás közben, ágyban és asztalnál. És mikor mindegyre formátlanabbá válik az emberi együttélés, te maradj hűséges a köszönés, meghajlás, kézfogás, véleményalkotás kialakult végső és kristályos formájához. Egy korban, mikor mindenki azt követeli, hogy öltsél formaruhát, te jár csak továbbra is zakóban, és este, ha éppen vacsorázni hívnak, ölts fekete ruhát. Nem a ruha, hanem a forma kedvéért. A műveltséget nem csak a könyvek mentik meg. A műveltséget a köznapok apró reflexei mentik meg. Amikor egy korszak fölemelt ököllel jön ellened, te köszönj vissza, nyugodtan, udvariasan, úgy, hogy megemeled a kalapod. Nem tehetsz mást. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen.